A Dalmadi Csodavilág óvodában nem unalmas az élet. Legutóbb egy jó hangulatú interaktív délelőtt részesei lehettek a kisgyermekek. Az intézmény önálló óvodaként kezdte meg a 2022-2023-as nevelési évet, mondta el a település polgármestere. 2015. szeptember 1-én Kocsola, Csikostöttes és Dalmand közösen létrehozott egy óvodatársulást, amiből mi most az idén szeptember 1-ével kiváltunk. Ennek azt gondolom, hogy nem a társulás volt az oka, hanem az, hogy szerettük volna azt, hogy Dalmandon az önkormányzathoz tartozzon, mint óvónő, mint gyerekek és mindenki. Persze ehhez kellett a gyereklétszám. Na most akkor hozzáteszem, hogy közel 60 óvodással dolgoznak az óvónőink. Találtunk helyben óvodavezetőt, vezetőhelyettest, és tényleg úgy gondolom, hogy az állam által adott támogatás, finanszírozás, ami a személy és a dologi kiadásokat fedezi nagyjából, tehát így jobban fogunk kijönni ennyi gyermekkel és saját óvónőinkkel. Mindenképp ragaszkodtunk ahhoz, és bizalmat szavaztunk a Dalmandon élő óvónőknek, és ebben is nagyon nagy szerencsénk volt. Vezető óvónőnk dalmandi, vezetőhelyettes óvónőnk szintén dalmandi, mivel ekkora létszámhoz már helyettes is kell. Nagyon-nagyon jó kis csapattal dolgoznak itt az óvónők, fiatalok, rátermettek, és lendítjük fel az óvodát és a gyerekek életét. Az óvoda intézmény vezetője hangsúlyozta, hogy minden lehetőséget kihasználnak a fejlődésre, nem csak intézményi tekintetben, kiemelt helyen szerepel az önképzés az életükben. A célunk olyan feltételek megteremtése, amelyek a gyermekeknek a sokoldalú fejlesztését teszik lehetővé. Hárman vagyunk óvodapedagógusok, és mindhárman nyitottak vagyunk a fejlődésre, a szakmai megújulásra. Jó magam tanító végzettséggel is rendelkezem, és csoportos TSMT-terapeuta vagyok, így a mindennapos testnevelést szenzomotoros szemléletű mozgásfejlesztéssel valósítom meg, valamint van lehetőség előzetes vizsgálatot követően az igénylő szülők számára, a gyermekek számára heti két alkalommal TSMT foglalkozáson részt vennie a gyermekeknek, valamint az egyik óvodapedagógus kolléganő néptáncoktató lesz hamarosan, így létrehoztunk egy néptánc csoportot középsős és tanköteles gyermekekből, így ők ennek a fő célja a tehetséggondozás, és amellett, hogy a tánclépéseket elsajátítják, lesz lehetőség a falu rendezvényein való megjelenésre is. Valamint mindkét óvodapedagógus kolléganőm így TED-rá módszertant végzett el, ami szintén egy remek lehetőség, hiszen fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, türelmét, sok más minden mellett. Én még a Boldog Óvoda programot is bevezettem az óvodába, ami főleg a gyermekek érzelmi világát fejleszti. Valamint van az óvodában gyógytestnevelés, logopédiai ellátás, és figyeljük a lehetőségeket, és nyitottak vagyunk minden új dologra. Na, a tárgyi feltételek most azt gondolom, hogy megfelelőek, természetesen mindig törekszünk az újra, és szeretnénk korszerűsíteni folyamatosan is, de most legfontosabb célul a személyi fejlődést tartjuk, hogy mi képességekben olyan szinten legyünk, hogy a gyerekeket maximálisan tudjuk fejleszteni, és ezért figyeljük a továbbképzéseket és lehetőségeket. A nevelési év folyamán számos programmal készülnek a hozzájuk járó közel 60 gyermeknek. Már korábban is évente, nevelési évente több alkalommal jöttek hozzá vendégek, de azt vettük észre, hogy a gyerekek nagyon örülnek annak, hogyha jön hozzánk valaki, nagyon szívesen, szeretettel fogadják, és örülünk annak, hogy a pandémia után végre van lehetőség arra, hogy gyakrabban fogadjunk valakit, és szeretnénk ezt havi, két havonta rendszerességgel tenni, amellett, hogy színházba járnak a gyerekek, most már ettől a nevelési évtől kezdve középsősöknek is tudtunk lehetőséget biztosítani színházlátogatásra. Az állatok világnapjához kapcsolódva az intézményben is számos programmal készültek a gyerekeknek, a vendégelőadó is beleszőtte a műsorába. Mivel beköszöntött hozzánk az ősz, ezért most egy jó kis őszi állatos műsorral készültem nekik. Ebben mindig szoktunk valamit csinálni, kirándulni, megjönünk, megtanuljuk, melyik a jobb és a bal kezünk. Általában azt mondják nekem, hogy a kicsikkel nehéz, de valahogy én úgy érzem, hogy nagyon könnyen. Én nagyon-nagyon szeretem őket, és szerintem lehet, hogy ezt érzik a pozitív kisugárzást. Ők is azt adnak, nekem én is azt próbálok nekik adni. És próbálok mindig olyan dalokat
hozni nekik, ami a kicsiktől a nagyobb bacskákig is jó, úgyhogy szerintem ki tudják venni a részüket mindegyikből. Nehéz lenne leültetni őket mondjuk egy bábelőadásra, ahol nem kell megszólalniuk, viszont nálam lehet kiabálni, lehet mozogni, táncolni, vonatozni, úgyhogy ezért minden figyelmüket le tudom kötni. Szerencsére, aki ügyes, annak jár valamilyen különleges meglepetést, tudod. Úgyhogy mindig hozok nekik egy kis cukorkát, persze megbeszéljük, hogy utána fogat kell mosni, meg hogy mértéket kell tartani, úgyhogy mindenki egyet kap. De igen, mindig készülök valamivel. Soha nem érkezem üres kézzel.